Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a mai alkalom egy ilyen ünnepélyesebb hittanóra, ugyanis szombaton fejezzük be az Asztrik, Szent Asztrik évet, és miután annyiszor elhangzott, hogy ő hozta Szent István királyunknak a Szent Koronát, erről szeretnék most szólni magáról a koronáról, hogy mit jelent az nekünk a magyarság számára, és egy ilyen nagyszerű összeesést látok abban, hogy éppen január 6-án lesz 40 esztendeje, hogy az Egyesült Államokból hazakerült a korona, és ünnepélyesen átadták akkor. Ennek emlékére most a magyar parlament is szabaddá teszi az országházban a látogatást, mindenki mehet és tiszteletét teheti a koronánál. Amit én most mondok, az egy eléggé szubjektív megemlékezés, hiszen óriási irodalma van a Szent Korona tannak. Ez a könyv, amit a kezemben van, ez 1979-ben íródott, egy évvel azután, hogy hazahozták a Szent Koronát, de hát azóta tengernyi, könyvtárnyi irodalom képződött, ami az én rendelkezésemre állt, mint bibliográfia, az 100 hivatkozás, 100 könyv, aminek alapján hát lehet mondani egy pár gondolatot, de semmiképpen nem kimerítőt, mert olyan hatalmas és nagy gondolatsor ez. Ahogy említettem, részemről egy ilyen szubjektív megemlékezés is a mai alkalom. Kezdem azzal, hogy az előttünk lévő korona másolatot, amit 1896-ban készítettek, három példányban az eredetiről, egyet Kalocsának, egyet a Mátyás templomnak, egyet pedig elküldtek Rómába. Amikor én ezt itt láttam, 1968 őszén, mint piarista diák érettségi előtt álló, még máig emlékszem arra a meglepődésre és arra a megrendülésre, hát ez az. Ugyanis mi addig nem láthattuk a koronát, mert nem volt Magyarországon. És ez azóta is számomra azt jelzi, hogy nem közönséges emlékről van szó, hanem sokkal nagyobb kultikus tárgyról, mi így mondjuk, hogy Szent Korona. A korona, mint olyan, az ókorból származtatható. Akkoron a görögök két szóval, két névvel is illették, egyik volt a koronaszó, a másik a Stefanos. Szent István diákonusnak a neve is, hogy megkoronázott. Csakhogy az ókorban virágkoszorúkat tettek, meg ilyen borostyán koszorúkat, hát van olyan tudományos rang, hogy bakkaleurátus. Borostyán koszorú, adták a hadvezéreknek, adták a költőknek, hősöknek, kiváló sportolóknak. Azonban attól kezdődően, hogy uralkodó jelképpé vált, onnét kezdve fémesítették, ilyen diadém lett belőle. És ez nem szűnt meg az ókorral, hanem öröklődött az egyházon keresztül. A Bibliában sok esetben van említés a koronázásról, már az Ószövetségben is. Az Új Szövetség érdekes módon, hogy Krisztust királynak nevezi, de miután őt tövissel koronázták, ezzel féltek is élni ezzel a jelzővel, de már az ikonográfiában, amikor a megdicsőült Krisztust ábrázolták, akkor már rendes koronával, mi több az Atya Istennek is adtak ilyen diadém koronát, ami általában nemes fémből készült. És hát a
kereszténység, amikor átvette, a megtérített népek vezetőinek adták a koronát. És miután az első barbár törzsek, kezdve a franciákkal, a Klotildékkal, később Nagy Károllyal, ugye, még nem is biztos, hogy meg voltak keresztelve, ott mindig a katekumenok olajával kenték fel őket. Ugyanis a kereszteléskor az olajak kétféle formáját használják, a katekumenokét és a Szent Krizmát. Abban az esetben, ha megkeresztelt uralkodóról volt szó, akkor krizmát használtak. Ami Szent István királyunkat is krizmával kenték föl, és az egyik magyarázata a korona kialakulásának, mert ez a fölkentséggel egyfajta papi státussal is kapcsolódott a fölkent királynak, Istentől kijelölt és fölkent királynak a tisztje, ezért a főpap szaruból leöntötte olajjal a fejét, krizmához. És hogy ne csorogjon a szemébe, ilyen díszes szalagot tettek rá, és miután a királykoronázás egyszer van egy életben, az mind díszesebb lett, és már nem ez a borostyán koszorú lett, hanem egy ilyen fémesített változata, ezt is mondják, de ugyanakkor megkenték a kezeket is, vállakat is ezekkel a szent olajokkal, és papi ruhába is öltöztették, vagy olyan dalmatika-szerű ruhába öltöztették a királyokat. És nagyon hasonlított a püspök szentelésnek a szertartásához. Vagy talán mondjuk a papszentelésben is vannak hasonló motívumok, hiszen ott is megkérdezik a népet, így most úgy van lerögzítve, hogy felolvassák, ugye, a kinevezésükorat a püspöknél, emit meg az, hogy az előjárok megkérdezése után lerövidítették, de akkor megkérdezték, hogy akarjátok-e, hogy a ti uralkodótok, aki vallja a keresztény hitet, és így tovább, a királytok legyen. Kiáltani kellett, hogy akarjuk. És utána a királytól is különböző hitvallásos kérdéseket annak tettek föl, és azt várták, hogy ő válaszoljon rá. Tehát valamiképpen úgy, mint a papszentelésben is megkérdezik, akarjuk, akarjuk, akarjuk. Tehát roppant mód hasonlított, ráadásul misébe volt, ami Szent István királyunkat Radó Polikárp szerint, a mainzi ordó szerint, mert ott már kialakult ennek a szokása, liturgiája, ahogy őt aztán királlyá koronázták, 1000 karácsonyán, vagy 1000 január 1-én, ezt pontosan nem tudjuk. És hát a mi Szent Koronánkról lenne most szó, aminek hát a kialakulása, a szerkezete, egyáltalán a magyar keresztény életben elfoglalt helyét kellene egy kicsit érzékeltetnem, meg valamiként a sorsát is. Tehát itt van ez a nagy kötet is mutatja, hogy ez csak a Szent Koronáról szól. Az újkorig semmi kétség nem volt az iránt, hogy azt a koronát, amit mi Szent Koronának ismerünk, azt Asztrik hozta II. Szilveszter pápától. De az újkorban mindenféle elméletek születtek, és hát abban az időben szokás volt mindent megkérdőjelezni, és hát a régészet, történészet, aztán a különböző krónikák figyelemben vételével jöttek a különböző elméletek. Ma mintegy 40 féle korona elméletet ismerünk. Hát van az akadémikus, amiben az a korona gréka, korona latina van, az a két részből álló, de aztán még az, hogy valaki azt vallja, hogy eredetileg is egy volt, aztán, hogy honnét származott a mostani időkbe, amikor egy ilyen ősmagyar, hogy is mondjam, kultusz is föltámadt, már Attilától is származtatják, már távol-keletinek is mondják, és valamiképpen a Szent Koronát olyanná akarják tenni, mint hogyha neki lett volna felajánlva az ország, holott Szent István király a koronát ajánlotta Szűz Máriának,
Tehát itt is volt egy ilyen eltolódás az utóbbi években, amikor a magyarázatot akarták adni a mi koronánknak. Tehát a mostani akadémikus álláspont, amit mi is elfogadhatunk, hogy a koronának láthatjuk, hogy van két része, van az a négy pántot fölül, az lenne a korona latina. Alatta pedig van a görög rész, az a korona gréka, amit szerint az elmélet szerint a bizánci császár Dukász Mihály küldte volna ami Géza királyunknak, mert az ő felesége bizánci kapcsolatokkal bírt, és hát az küldött egy koronát, és a kettőt aztán valami remek ötvösök összekapcsolták. De még most is vannak olyan ötvös művészek is, akik például a visszahozott Amerikából visszahozott koronát azt mondták, ez eleve egységes volt. Tehát itt aztán megy a vita, és hát láthatjuk, hogy mindenféle szentek vannak rajta, kétszer is van ábrázolva Jézus uralkodói státusban a Pantokrator, fönt a tetején, ahol van az a ferde kereszt, az valószínűleg egy ilyen elejtésnek a következménye, ott át van szúrva Krisztusnak a képe, de lent is van, hogy a földi világnak is ő az ura, meg a föntebbi, a mennyei világnak is, és hát ott vannak a különböző képek benne az apostolok, érdekes mód, hogy csak 8 látszik az apostolokból, lent pedig ilyen keleti szentek Demetertől kezdődően, de még Dukász Mihály is rajta van, meg Géza is, de a Dukász Mihályé azt mondják, hogy az lecserélte a Szűz Máriának a képét, hogy ugye mivel, hogy azt mondták, hogy hát ő küldte ide. Én ebben nem akarok belemenni, mert nem tudja senki a valóságot hitelesen eldönteni, de tény is való, hogy ez egy örök gondot és hát ilyen megfejthetetlenséget adott az elmúlt időkben. És azt is mondják, hogy az alsó rész az női korona lehetett, mert ugye nőknek nagy haja volt, hiszen kevés olyan ember van, akinek akkora feje lenne, mint az alsó rész, tehát ki is kellett bélelni király koronázás alkalmával. Látszik az utolsón, amikor IV. Károly szegénynek majdnem benne van a szemében a királyi korona, mert nagyon nagy ahhoz. Tehát, hogy az egy női korona lett volna. Egyébként akkoriban több koronát használtak a királyok. Tehát valószínűleg, hogy Szent Istvánnak is volt több koronája, tehát amikor ilyen kisebb rendű embereket fogadott, akkor nem valószínű, hogy ezt hordta a fején, vagy ennek az eredetiét, hanem egy kisebb koronát. Hát valahogy úgy van ez, mint ugye a püspökökön is van, mikor semmi sincs, van, mikor pileolus van, van, mikor nagy infula van, de van, mikor birétum van, tehát divatozunk így is, és ők is divatoztak, hogy különböző fejékeket hordtak magukon, de a királyoknak is, a királynéknak is volt ilyesféle fejékük. És hát ugye a koronáról sokféle vélekedés volt. Érdekes, hogy az újkorban protestáns szerzők mondták, ez nem a pápától van, ezt valahogy a királyok küldték ide. Tehát ők voltak azok, akik megkérdőjelezték, jelezték, de az is benne lehetett az, hogy protestáns ember nem lehetett király. Csak kormányzó. Hát a Horthy nem lehetett volna király, ha akart volna se. Csak kormányzó, csak katolikus ember lehetett volna, ahogy Kossuth se lehetett volna, ha még akarta volna se, pedig ugye egyes aradi vértanúk szerint én olvastam, föltette a fejére és illegette magát a tükörbe, hogy hogy állna ez neki, és hát ő volt az, mint a történelem még ilyen dolgokat is följegyez, hogy amikor mentették és Orsovánál elásták, akkor Szemere Bertalannak mondta, hát ezek már nem nagyon becsülték a koronát, nem véletlen, hogy a Kossuth címer korona nélküli, azt mondta neki, törd össze, azt dobd a Dunába. De hát Szemereinek volt annyi esze, hogy nem tette, hanem elásta, és 1853-ban találják meg ezt az elásott koronát, ugyanis hát osztrák kopók azért kitudakolták a magyaroktól ott Londonban, és ugyanhova ástátok el, meg is találták, de némely része már nagyon nagy kárt szenvedett attól, hogy ott rohadt a földbe magyarán, a korona Orsova mellett. Na de most még térjünk vissza a koronázáshoz, illetve ahhoz, hogy
Miért volt ez fontos akkoron? Fontos volt, mert a törvényes uralkodót a koronával kellett megkoronázni. Ha nem volt ott a korona, nem lehetett. Vagy pedig ideglenesen megkoronázták, és utána, amikor előkerült, mert ugye volt, mikor zálogban volt, elrabolták minden, utána például Károly Róbert is megkoronáztatta magát. Tehát a hiteles királyság a Szent Koronával való megkoronázással történt. Székesfehérváron a Nagyboldogasszony templomban kellett történnie. Ugye mi Székesfehérvárt úgy gondolnánk, hogy nem tartozik az esztergomi érsekséghez. Abban az időben nem is volt külön megye, hanem veszprémi püspökséghez tartozott. De az egy exem terület volt. Az az esztergomi érseké volt. Fehérvár, és ott a Nagyboldogasszony templomba kellett megkeresztelni, vagy megkoronázni, és onnét kellett elmenni ott a Szent Péter templomhoz, mert ott volt két templom is. És mindig az esztergomi érseknek volt a privilégiuma. Volt azonban rá példa, hogy kalocsai érsek is vagy akadályoztatva volt, vagy voltak ilyen trónvicáik, az így kettőt én bemondok. Egy Mikó érsek a második Lászlót koronázta meg, István érsek harmadik Bélát, ugyanis harmadik Béla Bizáncban nevelődött, és ortodox vallásban nevelődött, és a Lukács érsek, karakám ember volt esztergom érsekként, úgy sok más szempontból is keményen kiállt az egyház jogai mellett. Azt mondta, hogy én egy ortodoxot nem fogok királyá koronázni, és akkor koronázta meg a kalocsai érsek, aztán a János érsek pedig második Lászlót. Általában, amikor ennek elterjedt a híre, Rómáig eljutott, nem vették jó néven, hogy a kalocsai érsek koronáz, ellenben része volt a koronázásnak, és ő vette ki az ígéreteket. Tehát azért le volt ott osztva ez a szertartás, mint ahogy itt is például egy papszenteléskor az, aki meg van bízva a nevelésükkel, azt szokta mondani azt, hogy ezeket fölterjesztjük papszentelésre. Őnéki valami ilyesféle státusa volt a kalocsai érseknek, mindenképpen ott volt a koronázáson, és tehát Fehérvárot kellett történnie azzal a koronával, illetve az esztergomi érseknek kellett. És hát ők akkor azt mindenképpen Szent István király koronájának tartották, Szent Koronának. Volt egy film, a Koltai Gábornak 2000 tájékán forgatta a Szakra Korona című filmet, Szent Lászlóról szól, de az úgy oldja meg a problémát, hogy a sírból kiveszik Szent István holttestét, erekjét, és ott van rajta egy ilyen fej erekje, az az eredeti korona, és összepasszítják a Dukász Mihály féle görög koronával, és hát így Szent István királyra vezethető vissza. Na aztán még azt is tudjuk, hogy a koronázás 1541-ben, miután elfoglalták törökök székesfehérvári bazilikát is, onnétől kezdve Pozsonyba került. Ott voltak a királykoronázások. Talán még emlékszünk rá, hogy pár évvel ezelőtt fölröppent a hír, hogy a pozsonyi dómról levették a koronát, és nem akarják a szlovákok visszatenni. De ők csak restaurálták, hiszen a pozsonyi dómon ott van a korona mind a mai napoklan, amivel a magyar királyokat koronázták. Amikor felszabadult az ország és Buda lett a főváros, onnéttől kezdve pedig a koronázó templom, a budavári Nagyboldogasszony templom lett ennek a színhelye, ahol például ugye IV. Károlyt is megkoronázták. Hát a története hasonlít a magyar nép történetéhez a koronának, mert nagyon kalandos volt. Nagyon kalandos volt, hiszen volt, mikor ellopták, volt, mikor elzálogosították. Volt, amikor elveszítették, ilyen csobolyószerű nagy tokba volt benne, rákötötték a nyerek kápára, aztán mentek ott, és akkor elveszítették, akkor visszamentek, éppen megtalálták. De volt bizony, ilyen Kottáner Ilona egy ilyen udvarhölgy volt, az meg ellopta a koronát, hogy valakit meg lehessen vele koronázni, szóval sok minden volt, de még az is, hogy amikor Mohács után kettős királyválasztás volt, érdekes, hogy Ferdinándot is megkoronázták, és megkoronázták Szapolyai Jánost is. Na most Szapolyai János
hogy ő hűbéri voltát kifejezze a szultánnak, elment a mohácsi csatatérat, kezet csókolt a szultánnak, ahol előtte egy évvel valami 20 000 magyar vitéz meghalt, és átadta a koronát neki. A szultán ránézett, hát őnekik annyi aranyuk volt már akkor, és hát a csecsebecse azt visszadta a szultán. Tehát nem értékelte, ez volt a jó számunkra. És akkor ugye aztán elvitték, külföldön Bécsbe őrizték, aztán nagy pompával hazahozták Budára, de például a Habsburgok közül II. József nem koronáztatta meg magát, ő volt a kalapos király, mert ő ilyen demokrata érzelmű volt, hogy így mondjam. Aztán itt volt a korona, említettem, hogy a szabadságharc alatt mi lett a sorsa, utána megtalálták, akkor Ferenc Józsefet ezzel koronázták, IV. Károlyt is ezzel koronázták meg 16-ban, Ferenc József halála után, majd pedig hát őrizték, mert Horthy Miklós nem lehetett vele megkoronázni. Ő ugyancsak kormányzónak mondta magát, de akarta volna, akkor sem koronázták volna meg, mert református ember volt. Viszont az őrzését azt nagyon fontosnak tartották, koronaőrök voltak, nagyon nagy szabályzattal, hosszú a történet, volt mikor a nagy ládának nem találták a kulcsát, feszegették, tehát egy valóságos krimi ennek a sorsa a Szent Koronának, amit aztán hát a II. Világháború idején a nyilasok kimenekítettek, Kőszeg mellett először ott rejtették el, majd pedig egy ketté vágott benzines hordóba elásták, hosszú történet, megtalálták az amerikaiak, és azt mondták, hogy a kommunistáknak ők nem adják vissza, mert úgyse becsülnék. De hát eltelt egy 20-30 év, és 78-ban, még emlékszünk rá, Cyrus Vance külügyminisztersége idején visszahozták, de Kádár János nem lehetett ott. Tehát kikötötték, hogy nem lehet ott. A külügyminiszter ott lehetett, így és Gyula meg ilyen szellemi emberek ott lehettek, de Kádár nem lehetett ott az átvételni, mert hát ő mindig a királyság ellen beszélt, akkor még minek gondolja azt, hogy ez olyan fontos számára. És mit csináltak? Ugye betették a múzeumba. A koronát annak idején szentként tisztelték, és egyre nagyobb államjogi szerepet kapott. Ezt már Ince pápa is megírta 1198-ban bizonyos fehérvári préposnak, kinek neve Godehardus volt, préposnak megírta, mert ők ott őrizték a Fehérváron ezeket a királyi kegyszereket is, hogy a honor patriae, a Magyarország, a pátria tisztelete ebből származik. És ugyanez a Zince pápa 6 évvel később, 2006-ban, megvannak ezek az oklevelek, azt mondta, hogy a magyar királyság országai, hát például benne volt Horvátország, ugye, akkor még nem mondták itt ki, de a Szlavónia, meg ezek is oda tartoznak a Szent Korona alá. És utána ennek olyan közjogi méltóságot adtak a koronának, különösen Verbőci, a középkor végének legnagyobb magyar jogász, a Verbőci István a tripartitumban kidolgozta, hogy mit jelent az, hogy a Szent Korona alá tartozunk, és a Szent Korona az a kegytárgy, ami szinte személyé válik. És például az kihalt családoknak a birtoka visszaszáll a Szent Koronára. Ezért van az, hogy hol szakrának, hol szanktának mondják a koronát. A latinul a szanktát élő személyre mondjuk, Sancta Maria, ugye? De például a tárgyra azt mondanánk, hogy Sacra Corona. Igen ám, de mivel megszemélyesítették a koronát, ezért mondták, hogy Sancta Corona. És ilyen nincs az egész világon, hogy személyként tisztelték. És akkor a nagy államjogi körítmény került köréje, ami párját ritkítja, hogy őrzi a státust, a Magyarországnak a folytonosságát és az azonosságát. És hát
Amikor visszakaptuk 78-ba, akkor nyilván, hogy ezeket mind csutba dobták, hogy Szent Korona alá tartozunk, ezért betették a múzeumba. Legyen egy olyan tárgy, mint mit tudom én, Zrínyi Miklós kardja. És ezért aztán nagy vita volt arról, hogy akkor visszahozták a parlamentbe, és emlékszük rá, hogy akkor is voltak nagyon nagy ellenhangok, egyrészt, hogy ne kerüljön bele a magyar címerbe, és azt itt méltatlan volna azokat a jelzőket mondani, amit bizonyos liberális személyek a koronára vonatkoztatottan mondtak. Na most, hát ez egy-két dokumentumot érdemesítem felolvasni. Ilyen például, amit már más alkalmakkal én olvastam, de épp a Hartwig legendájában van benne, hogy a pápának látomása van, hogy jönni fog, először jönnek a lengyelek, kérnek koronát, de aztán jön egy másik népnek a vezetője. És a másik nép az a magyaroké lesz, és utána ezt írja Hartwig püspök, a Győr püspöke, aki megírta a kisebb és nagyobb legenda után ezt, a Hartwig féle legendát. E látomás rendje szerint a következő nap megszabott órájában Asztrik püspök a pápához ért. A rárót feladatot bölcsen ellátva, a szent fejedelem visel dolgait rendben előadva, kérte az apostoli széktől az említett kitüntetéseket, kimutatta, hogy méltó ilyen tisztségre és méltóságra, mert Isten segítségével meghódított több nemzetet, s hatalmáltal sok hitet lent az Úrhoz térített. Ezek hallatára nagyon megörült a római főpap, mindent megadott jóságosan, ahogy kérték. Azon felül keresztet küldetett a királynak, mintegy az apostolság jeleként így szólván, én apostoli vagyok, ő viszont méltán Krisztus apostola. Ha Krisztus annyi népet térített meg általa, ezért rendelkezésére bízzuk, miként az isteni kegyelem őt oktatja, az egyházaknak s népeiknek mindkét törvény alapján történő igazgatását. Elnyervén hát mindent, amit kért, Asztrik püspök vígan tért vissza hazájába, magával vitt mindent, amiért küldetett, és az utat megjárta. Elhozták hát az apostoli áldáslevelét a koronával és a keresztel együtt, miközben a püspökök és a papság, ispánok és a nép egybehangzó magasztalásukat fennen kiáltozták Isten kedveltjét István királyt olajkenettel felkenve, a királyi méltóság diadémiával szerencsésen megkoronázták. Ezt Hartwig püspök írja, és ez az egyetlen középkori dokumentumunk erről. De hát miért ne adnánk neki hitelt annak, amit nem sokkal Szent István király után írtak le. Magyarországon, amikor a koronát hazahozták, akkor itt is alkottak törvényt, amelynek értelmében 2000-ben a Szent Koronáról határozatot hozott a törvényhozás, az országgyűlés, ezt mondta 2000 év első évi törvényében, a Szent Korona a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő erekeként él a nemzet tudatában és a magyar közjogi hagyományban. Az államalapítás 1000 éves évfordulója alkalmából Magyarország méltó helyére emeli a Szent Koronát és a Nemzet Múzeumából a nemzetet képviselő országgyűlés oltalma alá helyezi. Ezt 2000-ben hozták ezt a törvényt, és most is, amikor az alaptörvényt megfogalmazták, ugye 2011-ben, vagy hogy is, pontosan szégyen, de most nem merem a... Igen, akkor azt mondja, hogy tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait, és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzetegységét. 2011. április 25-én javallottam akkor, de nem hallgattak a jó szóra, amit én mondtam. Ugye? Mondtam nekik, hogy egy nappal később, húsvét hétfőn adják át, mert az az aranybullának a napja. Mondom, milyen szép lenne, hogyha az aranybulla törvénye és ez a törvényhozás összevágna, de hát előbbre tették,
húsvét napjára, amikor az állam elnök ezt aláírta. Tehát abban is benne van, és hát azt láthatjuk, hogy most megbecsülik Magyarországon a koronát, a legfontosabb ilyen nemzeti ereklyénket, ami párját ritkítja, mert ehhez hasonló a világon nincs sehol sem. Említettem, hogy a pápák külön fölhívták a figyelmet arra, hogy a korona az mindig megadja a méltóságát az országnak is, ott, ahol van, és alárendelődik minden nép. A Verbőci féle tripartitumban még az országot kitevő népességnek egy része tartozott igazán a polgárok közé, méghozzá a nemesség. Tehát igazán azokat tartották hungarus polgároknak, a nemességet, tehát azokra vonatkozott elsősorban, később fokozatosan kiterjesztették, aztán a 19. század tájékára azt mondták, mindenki a elesettebb ember is, a Szent Koronának hát a tagja. Egy verset is felolvasnék, méghozzá Garai Jánosét, de csak részleteket. Garai János volt az a szekszárdi születésű költő, aki a Hári Jánost írta. Ugye hárman valának, ugye, potros bíró, furfangos író, Vitéz Johannes Hári, többi asztaloknál együtt és szerteszét, vidám paraszt levegények itták a hegylevét. Így kezdi Hári, vagy a Garai, a Hári Jánost. Na most, írt egy szép verset, a Szent Korona. Részleteket olvasok, mert nagyon hosszú vers, nagyon hosszú. Rómában a keresztény világnak főura, sok századdal előtte nagy álmot lát vala. Az álmot Isten küldte, mint jó sugallatot, szavára áhítattal a pápa hallgatott. De holnap virradattal követség jő eléd, egy ismeretlen népnek hozván üdvözletét. A népnek fejedelme kéréssel van hozzád, fején legilletőbben fog állni koronád. Szólott az égi hírnök, a pápa megriad. Az Istennek intéséért buzgó hálákat ad. Ajtóját ismeretlen követség nyitja meg, párduccal és kócsaggal ékes magyar sereg. Egy főpap, a vezérök, tisztes ruházatú, asztrikus érsek, ékes és dús szónoklatú. A Kárpátok honából köszönt egy hős nép, kezdi szavát, s a pápa előtt fél tédre lép. És itt jön egy nagy magasztalás a Kárpátokról, meg hogy itt mi van Magyarországon, magasztalva Szent István királyunkat. Hitét a hős magyar nép félre jegyezte fel, viszont a pápa küzdvén Európa népeivel, nincs nagy határon országhol rombolókara, nem volt a nemzetnek csapás ostora, mert mi Isten ostora voltunk, ugye? S lefesti szónokajkal múlt mellé a jelent, újabban a magyar nép mi szépre nagyra ment, lefesti lelkesedve Istvánt, az új vezért, ki új pályán indult el aratni új babért. De még a munka kezdve van csak, végezve nem, folytatja a magyar pap. Küldöm, kérdést teszem, hogy amit a vallásért honában mi vele, az egyház fejedelme megszentelendi-e? A pápa válasza. Engem címzeznek, úgymond apostoli címivel. De küldőd ilyen nagy címet még méltóbban visel. Engedjetek, s mondjátok, mondásom az vala, hogy István nemzetének fölkent apostola. Eredjetek, s mondjátok, áldásom van fején, s mely nyomdokába lépett dicső hős nemzetén. Az egyház fejedelme királynak ismeri, mert már előbb az Isten királynak tűzte ki. Eredjetek, s elővevé a drága koronát, s átadta azt, követvén Istennek jó szavát. Legyen királyi dísze,
mondta e korona, s alatta nagy és hatalmas Árpádok hősona. S átadta a követnek királyi ékszerét, mely ékesítse mától István fölkent fejét. Mellé kettős keresztet hódolva nyújt át, melyel megtiszteltesse, mint úr apostolát. E kép nyeré meg István az ősi koronát, mely 800-adnak óta díszíti homlokát. Magyar királyainknak, megemlékezzetek, hogy azt az ősi monda, s a kor szentelte meg. Tehát hihetetlen, hogy ilyen hosszú verset is írtak akkoriban a Szent Koronáról, nagy volt a tisztelete a magyar népben. Hát mit jelent nekünk a magyar korona? Hát jelenti Magyarországot, a magyar népet. Nem véletlen, hogy Szent István királyunk a koronát ajánlotta föl. Miért Szűz Máriának? Miért nem Istvánnak? Vagy az Atyaistennek? Én azt a lélektani okot találom benne, hogy rokon lélek volt a szűzanyával Szent István király, mert ő is elveszítette a fiát. És ő végső kétségbeesése volt Szent István királyunknak, és oda ment, és Szűz Máriának ajánlotta Nagy Boldogasszony napján. Egyszer ezt el is prédikáltam a Szent István ünnepén a bazilikában, és utána Csóri Sándortól, aki református költő volt, kaptam egy levelet. Azt írta, hogy most értette meg, hogy miért Szűz Máriának ajánlotta fel, hogy lelki rokonság volt köztük, éppen a fájdalom okán. Tehát jelenti nekünk Szent királyunkat is. És ugyanakkor ugye benne van, hogy Patrona Hungariae Szűz Mária, és a szűzanyát is eszünkbe juttatja. Egyetlen egy nép nem ábrázolja saját fejedelmi ékszerével Szűz Máriát. Ez nekünk privilégiumunk. Hogy mi? Mert koronásan ábrázolják a jelenések könyve alapján Szűz Máriát, fején ott a korona, ugye? A lába alatt a hold fején, ugye a csillagokból álló korona. Így ábrázolják Szűz Máriát. De mi ábrázolhatjuk a magyar Szent Koronában. Ha valaki Názáretbe jár, az angyali üdvözlet templomában, ott láthatja a különböző nemzeteknek a Mária ábrázolásait. Nagyon szépek. Ottan van japán, feldeszemű Szűz Mária, néger Szűz Mária, mindenféle. A guadalupei, meg mindegyik fő van festve a saját nemzeti jellege szerint. A miénkét Moldován István festette meg a Szent Koronával és a két szárnyas angyallal. Hát mit keres ott a két szárnyas angyal? Mert az volt a legenda, hogy a koronát a pápa az angyalok által magától az Istentől kapta. Tehát nem kellett ott ötvösöknek szegecselni, ugye egy szép gondolat, hogy az angyalok hozták második szilveszternek, hogy ezt add oda István királynak, ugye, a magyarok királyának is. Ezért van ott a Szent Korona a két szárnyas angyallal. És hát ugye jelenti nekünk a korona ezen túlmenően azt a érseket, akinek hát most zárjuk az ünnepét, az évét, de kettős pontot teszünk utána, hiszen ahogy említettem volt, mi is tisztelhetjük szentként Pannonhalma mintájára. Január 6-án Pécsváradról is jön egy nagyon jelentős zarándoklat a templomunkba, hiszen ő pécsváradi apát is volt. Ezt tudjuk a legendákból, illetve a Hartwig féléből, hogy ő Pannonhalmáról Pécsváradra ment, és ott bencés apátságot alapított. Onnét szólított el a mi István királyunk, mint egy jártas embert, aki Nagyszent vagy Adalbert mellett volt, Rómában volt, hogy menjen el a koronáért. Tehát Pécsváradon is őrzik az emlékét, és éppen ezért az ünnepre magát Antal Géza apátot, a pécsváradi apátot kérte meg, hogy ő prédikáljon, hogy így a folytonosság meglegyen
a november 12-e ünnepen a pannonhalmi apát, Várszegi Asztrik, most pedig a pécsváradi apát fog prédikálni, hogy így teljesít tegyük Asztriknak, első érsekünknek a kultuszát, akit szentként tiszteltünk. Tehát ez a mai megemlékezés, ez egyszerre szól neki, szól a Szent Koronának, szól Szent István királyunknak, és a magyarok nagyasszonyának, aki viseli a mi koronánkat. És éppen ezért ugye merjük azt mondani, hogy a magyarsághoz, annak ezer éves múltjának vallásához, nem 500 év, hanem 1000, hozzá tartozik Szűz Mária tisztelete. Ezt első királyunk hagyta meg. És a Szűz Mária tisztelet, a patrona Hungáriae, az egyik jellemvonása kell, hogy legyen a mai magyar embernek, ha Szent István szellemében, országalapító Szent Királyunk szellemében akar élni. És ennek mi nagyon örülünk, hogy itt van egy nagy folytonosság, és a korona is emlékeztet bennünket rá. Úgyhogy ez egy nagyon fontos, és még hogy egy kis biblikus visszakapcsolásunk legyen a magának, a koronának a gondolatára, hiszen a Szentírásban nagyon sok esetben van szó a koronáról. Azt mondja a Jelenések könyve, hogy légy hű mind halálig, s neked adom az élet koronáját. Móricz Zsigmond könyvét, azt szokták idézni a szép diákregényt, hogy légy hű mind halálig. De lemarad onnét már, vagy Móricz Zsigmond tudta, s neked adom az élet koronáját. Tehát a korona az, azt is kell, hogy jelentse a keresztény ember számára, hogy valamiképpen ő is megkoronázották kell, hogy váljék. Egyébként azok is vagyunk, ugyanis a keresztény név annyit jelent, hogy Krisztusi, a Krisztusi annyit jelent, hogy messiási, a messiási még annyit jelent, hogy fölkent. Mert bennünket is a keresztségbe fölkentek. Mindenkit a katekumának és a Szent Krizmával kenték meg a fején. Még egyszer van fején való krizmával kenés a püspök szenteléskor. Papot kézen kenik meg, fején már csak a püspököt kenik meg újfent. Tehát valamiképpen még így is egy ilyen hálózattal, egy kapcsolatrendszerben vagyunk a koronával, és hát az lenne jó, hogyha Szent István király koronájára tisztelettel nézünk, akkor imádkozzunk magyarságunkért, imádkozzunk nemzetünkért, és azt is kérik, hogy mi is elnyerjük hűség jutalmaként az élet koronáját. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imádkozzunk. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.